Román Kovácski a Lengyel Köztársaság korábbi budapesti nagykövete. A mindennapos munkája mellett a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése és ápolása terén kivételesen magas színvonalú szakmai munkát és példaértékű tevékenységet végzett. Óbuda-Békás megyer közel állt a nagykövet úr szívéhez. Az áprilisban hagyományosan megrendezett katyini megemlékezéseken mindig részt vett. Támogatta Óbuda-Békás megyer önkormányzata és lengyel nemzetiségi önkormányzata lengyel-magyar történelmi versenyének megrendezését, ezzel sok száz fiatalnak biztosítva a lehetőséget arra, hogy megértsék a lengyel-magyar két jó barátmondás valós jelentését. Segítette a Popieluszko emlékhely megvalósítását, a kerületben működő Visocki Légió Lengyel Hagyományőrző Egyesület tevékenységét. 7 éven át tartó folyamatos támogatása segítette Óbuda-Békás megyer és Varsó Bemovó kerületének testvérvárosi kapcsolatát, a kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat munkáját, rendezvényeinek megvalósulását. Óbuda-Békás megyer most áldozatos nemzetközi szerepvállalását, a magyar-lengyel közös történelmi múlt ápolásáért, megőrzéséért, elkötelezettséggel végzett tevékenysége elismeréseként ítélte oda a díjat Kovácski úrnak. Megmondom őszintén, nagyon meglepett, de egyúttal nagy örömmel tölt el, hogy ebben az évben nekem ítéltek ezt a gyönyörű kitüntetést, a Pro Óbuda díjat. Szívből szeretnék megköszönni ezt a díjat Busz Balázs polgármester úrnak, a kerületi önkormányzatnak, valamint a kerületi lengyel önkormányzatnak. Megmondom őszintén, hogy számomra Óbuda a mai Magyarország sikerének a jelképe. Magyarországi majdnem 20 éves diplomáciai munkám alatt mindig nyomon követtem a kerület változását, azt az óriási fejlődést, amely visszahozta a városrész fénykorát. Hát, ahogyan tudjuk, Óbuda virágzása pedig a romai kor óta történetébe íródott, és én remélem, vagy biztos vagyok abban, hogy most is ezt az új fénykorát fogja átélni. Óbudára mindig is, mint a szomszédos kerületben élő ember, úgy néztem, mint egy varázslatos, de egyúttal barátságos, és ha lehet úgy kifejezni, olyan emberi léptékű városrészéken tekintettem.